Országgyűlési képviselői megbízó levelét a Városháza épületében rendezett ünnepségen április 18-án pénteken vett át Becsózsolt. Nógrád megye egyes számú egyéni választókerületében az április 6-ai választáson Becsózsolt 18.410 szavazatot kapott, ami az érvényes szavazatok 37,64 százaléka volt. A választóktól bizalmat kapott képviselőnek dr. Kis Andrea, az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke adta át a dokumentumot, majd sok sikert kívánt munkájához. Először is köszönöm a bizalmat, amivel kérintettek az emberek kelet Nógrádba, az emberi sárgó Másrészt van még bőven feladat, megoldása váró probléma, amit tornyosul előttünk, úgyhogy van feladatunk az elkövetkező négy évre is. Én azt gondolom a legfontosabb, hogy a gazdaságot tudjuk dinamizálni, a gazdasági felzárkózási folyamatot fel tudjuk gyorsítani, mert az embereknek megélhetés nyújtó munkahelyeket kell létrehozni, biztos megélhetés nyújtó munkahelyeket. Nyilvánvaló tovább kell folytatni a közfoglalkoztatási programot is. Egy ilyen térségben ennek azért kitüntető szerepe van. Folytatnunk kell a infrastruktúrális fejlesztéseket és a településfejlesztést, de az életnek szinte nincs olyan terület, amelyre nem férne rá valamilyen jellegű fejlesztés, rekonstrukció vagy beruházás természetesen investálni kell az emberben és a kiművelt ember az oktatásba. Innováció, kutatás, fejlesztés, tudástranszfer. Úgyhogy van bőven feladatunk, hál' Istennek a 2014-2020-as időszakra vonatkozó tervezési feladatokat saját kezünkbe vehettük. Ez igaz a megyére, igaz a megyejogó városra, és igaz a város és térségére. Jelentős források felett diszponálunk. Én nagyon bízom benne, hogy az önkormányzattal, az önkormányzatokkal, a gazdaságélet élet szereplével, a civil világ képviselőivel össze fogni, és ezen forrásokat a lehető leghatékonyabban tudjuk majd felhasználni, annak érdekében, hogy a felzárkózási folyamatunk az felgyorsuljon, és valóban egy három-négy éven belül el tudjuk kérni azt a célkritizésünket, hogy a Budapestet is magába foglaló fejlődési pólus részévé váljunk. Nem nagyon tudok másba gondolkodni, ez egy alternatíva van a fejemben, hogy sikereséget tenni a térséget, sikereséget tennünk salgó tarjánt. Uh, úgyhogy mindent el fog követni személy szerint én is, hogy ezt a célkétűzést el tudjuk érni. Ehhez nyilvánvaló szükség van a kormányzat kitüntető figyelmére is, tehát hál' Istennek az elmúlt néhány évben ezt a kitüntető figyelmet és támogatást már megkaptuk a kormányzattól, de bízom benne, hogy ez továbbra is fennmarad, és továbbra is meg fogjuk kapni a kormányzat részéről, de uh, szükség lesz a helyi kreativitásra, a, a, különböző helyi elképzeléseknek a projekt vagy program szintű megjelenítésében, és abban, hogy akarjuk mindannyian a sikert. Alapvetően azt keresjük, ami összeköt hidakat építsünk és ne falakat. Ez igaz a városon belül, ez igaz a városon kívül. Tehát... Eh, eh, én nagyon bízom benne, hogy egy olyan négy év előtt állunk, amely ténylegesen elő fogja segíteni a térségnek és az emberős algotarjának a gazdaság és társadalmi integrációját, felzárkózási folyamatának a felgyorsulását, és egy, egy olyan négy évet tudunk végigvinni közösen az emberekkel, az itt működő cégekkel, vagy az ide betelepülő cégekkel, civil szervezetekkel, közösségekkel, amelyre, hogyha majd visszatekintünk négy év múlva, akkor azt tudjuk mondani, hogy hát férfias munka volt, de megérte.